Hello mindenkinek, Rezsegt vagyok, és itt az ideje végre elkezdeni egy olyan végijátszást, amit már egy ideje tervezek. És nem is véletlenül, ugyebár láttátok, Piranha Bytes. Igen, Piranha Bytes-es társaságnak nincsen túl sok játéka, hát mindössze a Gothic sorozat volt egészen 2009-ig. Ugyanis a Gothic sorozattal ugye egy betörtek az egészbe, hogy hú, ez nagyon király sorozat volt az egész. Szóval azt tervezték, hogy csinálnak egy harmadik részt, vagy nem is harmadik, negyedik részt a Gothicnak. Mert a harmadik rész addigra már kijött, de viszont negyedik részt az ugyebár nem a Piranha Bytes csinálta a Gothicnak, ha már egyáltalán azt nem is lehet Gothicnak nevezni, mert az inkább Arcania. Egyáltalán nem a Gothic világához hasonló a negyedik rész, de a Piranha Bytes is egyébként ugye újra akarta éleszteni ezt a Gothic sorozatot, és egy folytatást adni neki, de végül teljesen más dolog sült ki az egészből, és így keletkezett ez a játék a Risen. Hát, hogy is fogalmazzak? Érdekes játék, hogy őszinte legyek, nagyon is érdekes, ugyanis nincs benne annyi fantázia, mint a Gothicba, tehát nincsen akkora hatalmas történet kitalálva, de ettől függetlenül szerintem egy iszonyatosan jó játékot rögtök össze. Na de nem is beszélek többet. Kezdjük a játékot. Új játék. Igen, egész biztos. Én egyfolytában kapunk tippeket a betöltési háttérnél, mint nagyon sok más játékban is. Hát ebben semmi különös nincs. Na. Jaj. Már alig várom, hogy ennek is eljussak egyébként a végére, mert nagyon epikus befejezése van ennek is. Még harmadszorra is kirázott a hideg. For longer than humanity remembers, the gods ruled. Humanity served as slaves, but life never remains in balance. Power passed to man, and man banished the gods from the world. But something was released. Something older than man has risen. Given their freedom, humanity must fight for survival. Some cling to safety, others fight. It is a time where a man's choices define him. És igen, innen kezdünk egyből a tengerpartról. Hát nagyon izgalmas volt ez a kis előzetes videó. Hol vagyok? Hát az, kérem szépen, egy nagyon jó kérdés. Ezt a szarát, Chaisit, ezt egyelőre ne ébresszük fel, ugyanis egyelőre fegyvert kell találnunk. Ő is egyébként egyből, hogyha felkeltjük, azzal kezdi, hogy van már fegyvered? Hát mivel nincs, ezért én előbb elkezdek keresélni. És egyébként pont, hogy erre lehet megtalálni az egyetlen épkézláb fegyvert, amit megszerezhetünk itt a tengerparton. Jó kagylókat azokat gyűjtsétek, mert nagy eséllyel találtok, akarom mondani, kis eséllyel találtok bennük ilyen gyöngyöket, amik egyébként eléggé sokat érnek így a kezdethez. Na, vízbe fúlt ember, és itt van nála egy vadászkés. Ez a legjobb fegyver egyébként, amit szerezhetünk jelen pillanatban. De nem sokára egyébként kapunk egy jó fejembertől, név szerint Jántól, majd egy király kis fegyvert. Amúgy Ján kicsit ismerős név lehet a Gothic 2-ből. Ugyanis az egykori régi táborba, ugyebár a sárkányvadászok a negyedik fejezetbe beköltöznek, és ott lesz egy kovács, név szerint Ján. Tehát kicsit érdekes egyébként, vannak név szerinti összefüggések is, de lényeg a lényeg, hogy... Hoppá! Nothing.
Na mindegy, szóval lényeg a lényeg, hogy semmi összefüggés nincs karakterek között. De egyébként meglepően sok hasonlóság van a Gothic és a Risen között. Nem tudom, hogy ez csak véletlene, vagy ennyire lusták voltak új környezeteket kitalálni, de amikor majd beérünk a kikötővárosba először, majd megmutatom nektek, hogy miért is annyira hasonló. Ez szerintem olyan, mint hogy a Gothic 2 Corinne-t így egyezőben Ctrl-C, Ctrl-V-zték volna, vagy jó, mondom magyar nyelven is, vagy odavágták volna a kikötőváros helyére, és egyszerűen először meglepődtem azon, hogy te Jézus Úristen, mi folyik itt? Mármint úgy értem, hogy egyszerűen annyira furának értem azt, hogy ugyanúgy néz ki. Kezdő. Egyébként ilyen kisebb achievementeket kapunk általában, mikor megölünk valamit, mondjuk 500 szörnyen van hasonló achievement, meg hasonlóknál, de hogyha mondjuk összegyűjtjük először az 1000 aranyat, akkor is kapunk achievementet. Tehát mit tudom én, mondjuk a Minecraft-ban, ugye ott is fontosan, amikor először felrakjuk, akkor kapjuk azt, hogy ez az, becsináltuk az első parkácsasztalt, tehát itt is hasonló módon kapjuk az achievementeket. Nye. Na. Szóval akkor igazából itt ennyi is szerintem, és akkor keltsük fel Sarah-t. Minden megvan. Jó, meg ezt a... Ezek mind üresek voltak. Na mindegy, akkor... Hey. Az arany fontosabb, mint Sarah, jegyezzétek meg. Amúgy egyszerűen semmi szerepe nem lesz a játékban a kezdésen kívül. Ah. Are you okay? Yeah. But I think I drank half the ocean. Hát, az képest még elég sok marad benne. Just that strange man from the Inquisition. And the storm. He sailed us straight into it. Then he vanished. Ja, én is láttam a videóba. And we got washed ashore. Looks like the poor devils over there weren't as lucky as us. Hát, any idea where we are? No. Maybe it's another island. Egyébként az lenne a jó kérdés, hogy honnan jöttünk, mert tudom mi ennek a szigetnek a neve, fejemben van az egész térképe, de én nem tudom, hogy honnan érkezett a főszereplő. Pont olyan, mint a Gothic, hogy egy ilyen anonimus szereplőt viszünk, és egyébként pont azért van, hogy jobban tudjunk azonosulni a főszereplővel. Tehát mondjuk itt találtunk magunknak egy saját háttértörténetet meg hasonló, ez egyébként egy jó dolog szerintem, de bizonyos emberek ezt rehányságnak tekintik, hogy ehhez lusták voltak a szerkesztők. Let's look for one. Careful. I thought I saw something move in the tree. Köszönöm, hogy így megnyugtatsz. Ah. Valamit láttam mozogni a fa között. Hát egyébként ennél jobb megnyugtatást én még soha nem hallottam. Hé, megint egy ilyen madár. Jöröskú. Ennyi. Egyébként voltam akkora állat, hogy amikor először vittem ki, a dolhoz csatlakoztam, és ugyebár ott csak vagy közelharcossal leszel, vagy pedig szánszeri jásszal, vagy rendesi jásszal. Szóval nagyon hatalmas választási lehetőségetek van. Igazából összintű szóval három. Must have been attracted by the smell of the bodies. At least we have some meat now. Need a fire or a stove. Aha. I have to eat rat. If we can find a pan, we can fry it. Fried meat will help restore our energy. Even if it is just rat. We could really do with a few healing parts too. Perhaps there's some that grow around here. Keep a lookout. Jó van. Inkább egyébként megéri folyamatosan menteni, ezt nagyon sokszor kiírja a betöltési tipnél is, hogy a rendszeres mentés egy nagyon-nagyon jó ötlet. És hát hogy is mondjam, ez tényleg nagyon jó dolog. Szia! Jó van. Persze nálad is van egy kagyló. Kagyló? Szintén semmi. Egyébként megéri gyűjtögetni a parton ezeket a rumokat, meg hasonlókat, ugyanis nagyon sok olyan lehetőség lesz majd, hogy valakinek mondjuk rumot vagy sört kell adni, hogy beszéljen nekünk valamiről. Hey! Egyébként megéri itt körbejárni a partot, ugyanis nincsen nehéz ellenfél itt, főleg hogyha most easy-n viszem. Egyébként azt kezdtem el az előbb magyarázni, hogy amikor először kezdtem a játékot, főraktam a fokozatot hardra, a legnehezebbre, ami lehet, és azon vittem ki először, közelharcossal. Ne tudjátok meg, milyen nehéz volt. Egyszerűen borzalmas, és így első végigjátszásra egyébként tökéletes volt. Akármilyen furán is hangzik, ugyanis így megtanultam rendesen irányítani, meg minden lényeges dolgot megtanultam.
És ezért megérte hardon vinni az egészet. Na meg persze azokat szerettem, amikor először vittem, hogy természetesen nagyon sok olyan labirintus-szerűség van, ahol nem tudjátok megmondani azt, hogy hol lehet tovább menni. És ez is egyszerűen idegesítő, de egy az egybe élvezetes is. Mert akár hiszitek, akár nem, én szeretem a kihívásokat. És hát kihívásképpen fogtam fel ezt is, hogy hardon kezdtem el az egészet. Mi egy barlang? This cave seems a little eerie. Huh? Let's find a different way, please. This doesn't feel right. Miért ezek csak gnómok? Ja, itt több gnóm is van. Azért próbált meg elég, de még soha nem jöttem be kezdőként. Sziasztok! Hát ide, igen, ide nem nagyon kell bejönni, úgy látom. Háj! Ja! Gyere, kicsi gnom! Ez egész gyorsan ment. Az képest, hogy ezek igazából viszonylag nehéz ellenfelek. Fel majd később fog meggyűlni velük a bajunk. De úgy tűnik, ide megéri azért bejönni. Főleg azért, mert itt hátra esetleg tánk van jó fegyvert. Mondom, ide most először jövök be. Így. De miért kell neked frying pan? Van egy olyan érzésem, hogy itt olyan ellenfél is lesz, amit mi nem akarunk a hátuk mögött tudni. Ah, gyógyfűszer. Most szó szerint igazából hullarablókra gondoltam. Az ott micsoda! Jó, igazából csak gnómok, ahogy elnézem. De pont ezért... For the king! Die! 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 Hé, hey, meg is van az első szintlépés. Amúgy mi ez, hogy szarát figyelmen kívül hagyjátok? Tudom, hogy nagy a szád, de ettől függetlenül nem vagyok rád kíváncsi. Há! Végre! Úgy tűnik ide egész jövedelmező bejönni. Ha jól láttam, mind a kettő ládát nyitogatta egy-egy ilyen kis gnóm. Egy sült hús. Úgy tűnik, itt kénytelen leszek megenni egy-két gyógynövényt, ugyanis... Hát... Eléggé... Elvesztettem pár életerőt. Ami más... Alma... nem. Alma nem kell. Egyébként megéri menteni, mielőtt kinyitok egy ládát az Isten háta mögött, ugyanis nagyon gyakran csapda is van odaállítva, és az instant halál. De úgy tűnik, itt még nincs hasonló. Na. Tengerészláda ismét. Hál' Istennek itt még nem kell feltörést tudni. Mert ugye természetesen itt is van egy halom olyan funkció, hogy ládát fel kell törnünk, nem pedig csak úgy simán kinyitni, meg mondjuk mint a Gothic 3-ban a leegyszerűsített verzió, hogy oda megy, és vagy sikerül, vagy nem. Ilyen 50-50. De egyszerűen borzalmas az is. Ez egyébként mi ez a hely? Úgy őszintén. Egy kicsit hátborzongató, azt meg kell hagyni. De úgy tűnik erre már nagyon nincsen semmi. Á, francokat nincs. Még egy barlang. Egyébként erre nehogy elmerjetek jönni ti is, mert szerintem, hogyha kezdők vagytok, itt már az első gnomoknál meghaltok. Töm-töm-töm. Amúgy bátran bejövök ide, mert egy-egy csontvázzal még el tudok bánni ilyenkor. De nem győzöm ismételni, hogy ti ne gyertek ide. Mert én most ugye easy-n viszem, és még így is, hát kis ilyen meghaltam párszor. Hey, egy barlang kiárata! Hey, egy farkasocska. Aha. Hát biztos, hogy arra kéne mennünk, ugyanis úgy még talán van esélyünk a túlélésre.
Jól van, csodálatos farkasocska. Úgy tűnik, ez kifejezetten kifizetődő, hogyha erre jövünk, ugyanis ez is egy út. De azt nem hittem volna, hogy gnómok itt ténylegesen lesznek. Már így első kézből. Igen, itt hagytam egy mana növényt. Ugyebár itt mentem el a rossz irányba, de szándékosan természetesen, de olyan nincs, hogy én eltévedjek. Legalábbis azt hiszem. Itt legalábbis nem, mert ezt a helyet nem egyszer bejártam már, ugye háromszor vittem eddig ki. Na jó, harmadszorra nem teljesen. Nem akarok hazudni. Mert a harmadszorra csak a második fejezetig vittem el, a Inquisíció... ...nak dolgozva, de nem mágusként, hanem ilyen templomos lovag. Szerűként. Jó, csodálatos, egy gyógyökér. Semmi más? Semmi más, jó van. Szia. Nem? Áó! Ezt nem szeretem, mikor így nekem jön egy sündisztó. Ó, gyenge gyógyító. Pont ez kellett. Egyébként tök fölösleges ilyenkor, mert szerintem nekem elfogyasztanom hasonló dolgokat, mert itt úgyis lesz egy vizes hordó. Éj, egy ház. Hehe, de jó. Nem akarsz valamit mondani, Sarah? Na mindegy, te tudod. Jó. Look. Nem mondod! Épp most mondtam, hogy itt egy ház. Something must have driven the occupants away. Whatever it was, it's certainly not warming me to this place. Let's take a look around. We might find something useful. You have a look inside and I'll keep a watch out here. I'll call if any more of those rats. De persze, mert a patkányok olyan nehéz ellenfelek. Igen. Majd az ilyen hasonló sírmolyoktól, meg rendes farkasoktól, na azoktól meg kell félni. Főleg ezen a szinten. Ott meg kis szerencse is kell ahhoz, hogy... Ó, az igen! Még hordón keresztül sem mentem át. Na mindegy. Most egy kicsit iszolgassunk. És akkor utána betörünk ebbe a házba, megnézzük a ládát, ami benn van, megtaláljuk a kulcsot hozzá. Mert itt, ha jól emlékszem, itt van valahol egy farkas arra. Ebbe szépen a másik irányba, mint amerre kéne mennem befele a házba. Tada! Na, full életerő! Ez az! Itt mintha láttam volna valamit. Ajaj, ment a... Ez föl se tűnt egyébként. Vagy grog. Itt a kulcsocska a ládához. Nincs amúgy semmi más... egy kenyér. Na, meg egy egyszerű láda. Hát már tengerészládákat is nyitottam ki, szóval ez már nem olyan... Hú, de bonyi. Na, azt mondja... Doesn't look like there's been anyone in this house for a while. All I found was a locked chest. Unless you have the key or a talent for picking locks, it's going to stay locked. Most komolyan erre is jelentenem kell. Find anything useful? Just a frying pan. Everything else is junk. Oh well, at least you can fry up that meat. I could do with a little fried meat right now. You're probably Én az előbb ettem egy sült hús, de tök mindegy. Venison. Na. Az igen, az egy ipari mennyiségű hús van nálam, azt meg kell hagyni. Így kezdéshez képest, mert persze amikor már a játék vége fele járunk, akkor általában már ilyen 2-300 sült hús szokott nálam lenni pillanatnyilag. Szóval így, hát... Ja, ez még semmi ahhoz képest. Looks good. Jó, még ezt is megsütjük. És így már egy egész szép kis ellátmányunk van. Már nekiindulhatunk a vadonnak. I think that's Na, good. Tessék Sarah, egy sült hús. Here's your fried meat. At least if you don't think about where it came from. Hey, that's not bad. Jó van. We should head further inland. You go on. Man. I need to rest. That storm took it out of me. I feel exhausted. Hát, I'm gonna stay here for a while. Jó. Okay. I'll come back and get you when I know a bit more about this place. Don't worry about me. Be careful out there. I saw a path to the north. Looked like it led further inland. Maybe there's a village or something up there. Első fejezet, az elfeledett sziget. Olyan izgalmas fejezetneveket tudnak amit kitalálni. Csak egyetlen egy hatalmas kár igazából, hogy rövid. Nagyon rövid a játék, és ez engem nagyon zavar. Mert ugye én vártam a szokásos hat fejezetes rendszert, mint ahogy a Gothicba is azt már megszokhattuk, legalábbis az első második részébe.
De itt nem hozza azt a formát. Itt csak négy fejezet van. Ó, az már repülőfarkas. Na, szóval csak négy fejezet van, de ettől függetlenül az a négy fejezet az nem rövid. Hát... What the hell? Csúszik a far... Jaj, de jó. Jó van. Na, még ilyet sem láttam, hogy egy farkas szánkózik. Legalábbis a saját szőrém. Na, mindegy. Mit akarok még megnézni itt, mielőtt véget vetek ennek a résznek? Ja, itt még volt egy kis tábor, de előtte még itt összeszedem ezt a gombát. Mondjuk igazából sok funkciója nincs, mert gombát az általában nem szoktam menni, de... Egyébként ez igaz mind a valóságra, mind a játékra. Egyszerűen nem eszek gombát. Baromira felesleges, mert... Hogyha mágust vittem, akkor biztos, hogy nem gombával restauráltam a manámat, hanem... Valószínűleg valami normális potionnel, mint mondjuk ez itt. Jó kis manaita. Meg volt itt egy fűrész is. Urá! Most játszhatunk fűrészest. Na, azt mondja, itt ennyi volt, meg volt a láda. Hát akkor már csak befele kell tartanunk. Ej, zöld levél. Nyam. El sem szoktam megenni. Na, azt mondja. Ja. Nem volt több sült hús arra. A következő részben haladunk befele a... Hát a kontinens belsejébe. Igazából nem nevezném ezt kontinensnek, mert kontinens az egy nagyobb sziget, de ez egy kisebb sziget. Szóval a sziget belseje felé haladunk tovább. Andi is, ha esetleg kérdések lenne, vagy egyéb tippetek a játékkal kapcsolatban, akkor írjatok oda egy kommentet, vagy YouTube-ra egy lehet, még az e-mail címre levelet, amit a leírásban találtok. Skype aktivitás az... Gondolkodok, lehet egyébként, hogy... Hát... Holnap, vagy még ma délután szerintem föl leszek majd egy-két órát. Szóval, akkor... ja, egyébként ugye Skype-on ugyanaz nevem, mint itt. Tehát Fire Reject, így keresetek rám, mert... kettő Skype accountom van, és a másiknál ugyebár teljesen más nevem van, és általában az emberek szeretik azt bejelölni, tehát így heti egy bejelölés van, és nem győzöm őket elutasítani, hogyha nem járok fönn egy hónapot. Szóval légy szíves, csak azt jelöljétek be, ahol maga a felhasználó név is Fire Reject, és nem pedig egyéb. Na, akkor a következő részig is. Sziasztok!